A Magyar Teátrumi Társaság 68 tagszínházzal kezdte meg az első 2019-es ülését, azonban 71 taggal ért véget a közgyűlés. Az egyik napirendi pontban három új tagot avattak. A Budapesti Operettszínház, a Kisvárdai Várszínház és a Ferencvárosi Pince Színház is tagja lett a társulatnak. Évente két gyűlés tart a 10 éve működő társaság, amelynek 3 éve a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház is tagja. Ebben a társaságban olyan színházak, illetve olyan színházak vezetői vannak, akikkel az elmúlt években olyan kapcsolatot tudtunk kiépíteni, ami nem csak a mi színházunknak előnyös, hanem minden színháznak. És ezek a kapcsolatok, ezek több irányban előnyöket jelentenek. Minden kapcsolatfelvétel kapcsán olyan információkhoz vagy egyéb gazdasági kapcsolatokhoz juthat a Móricz Zsigmond Színház, ami hosszabb távon én úgy gondolom, hogy nagyon nagy hasznot hoz nekünk. Június 6-án egy színház marketing konferencia keretein belül folytatják a tapasztalatcserét. A közgyűlésen egy olyan témáról is szó esett, amely minden színházat érintett, ez pedig a TAO támogatás megszűnése. Egy tavalyi határozat szerint az állam a költségvetésből nyújt több mint 37 milliárd forint többlet támogatást az előadó művészeti szervezeteknek egy új pályázati rendszer segítségével. Erről a közgyűlés résztvevőinek Fekete Péter, kultúráért felelős államtitkár beszélt. 4 milliárd forintról beszélt, tehát ez a TAO-s pénzeknek nevezett összegek egy része, tehát van egy alap, egy minimum, amit megkaptak a TAO-zó színházak, és lesz egy külön, sőt, hát azt mondta, hogy három külön pályázat lesz így kiírva, amelyeknek, hát most nem fogom mindet felsorolni, de 18 altémája van. Esélyegyenlőség, történelmi darabok, nemzeti identitást erősítő művek születése, gyerekekkel foglalkozó ifjúsági programok, szóval egy valóban soha nem látott lehetőség halmaz igazából. A színházak fontosságát mutatja az is, hogy 10 évvel ezelőtt még csak egy színház felújítása volt lehetséges 3 évente, jelenleg pedig 5 színházi beruházás van folyamatban, hangzott el a Magyar Teátrumi Társaság közgyűlésén.